Sziasztok! Most a vidékiségről fogok beszélni, a vidéki blogger létről gyakorlatilag, és nem tudom, hogy a szimpátiát fog kiváltani, vagy megkövezést fog maga után vonni, minden esetre mindenképp akartam már erről régóta egy videót csinálni, mivel már egy jó ideje amúgy nem érzek emiatt se negatív dolgokat, se pozitív dolgokat, lecsenged bennem ez az egész, ezért megpróbálok úgymond objektíven beszélni a témáról, amennyire sikerül, és nem elragadtatni magamat, bár már érzelmileg ez nem érint különösebben meg, úgyhogy itt az ideje, hogy beszéljünk arról, hogy miért jó, és miért inkább nem jó vidéki bloggernek lenni, és miért döntöttem úgy, hogy Nyíregyházán maradok. Több mint 4 éve írom a Kialakító blogot, több mint 3,5 éve vezetem ezt a YouTube csatornát, nagyon sok videóm van fent, és tudom, hogy messze nem vagyok tökéletes, és nem is szándékozom az lenni, nem akarok stúdióban tökéletes fényekkel, tökéletes mindennel blogolni. Ez az én döntésem, ahogy ez is az én döntésem volt, jó vagy nem jó, hogy maradok Nyíregyházán, és a nyíregyházi létet választom gyakorlatilag, mint azt, hogy felköltözzek Pestre. Ez gyakorlatilag az első évben megfogalmazódott bennem, Pesten sokkal több lehetőség lenne, de így döntöttem egy csomó ok miatt, hogy maradok itt, és ez lesz igazából az én blogos bölcsőm, és itt is temetnek el. Nem biztos egyébként, bármi változhat, laktam már Belniában is, szóval nem mondom, hogy soha nem leszek pesti, vagy nem költözök másik városba, ennyire azért nem vagyok lokálpatrióta, minden esetre ezt választottam, hogy itt maradok. És tudni kell, hogy Magyarország Budapest központú, és ezzel nem mondtam szerintem senkinek újdonságot, az úthálózat, a vasútvonal minden Budapestre vezet egy pontba, az ország szívébe, amivel nekem semmi bajom nincs, bár mondjuk az utazás szempontjából kicsit káoszosabb, meg lehetne ez jobb, de ez van. És hát igen, a vidéki szó az a mai napig egy kicsit pejoratív, sőt, nekem volt olyan időszak, amikor mit tudom én, Pestre mentem még évekkel ezelőtt, és azt mondták, hogy hú, Szabolcs, sötét Szabolcsból fekete vonat, úristen, ott nincs közvilágítás, ott késsel járnak az emberek. Teljesen ugyanolyan Nyíregyháza, szerintem csak kisebb, élhetőbb, kellemesebb, mint Budapest. És hozzá kell tennem, hogy én imádom Pestet, imádom a nyüzsgését, imádok ott lenni, teljesen más, és felvillanyoz, és szeretem, és magamba szívom az impulzusokat, szóval nincsen bajom Budapesttel sem, de Nyíregyháza sincsen sokkal jobban elmaradva, csak nincsen mondjuk Starbucksunk, meg egy csomó ilyesmi. Nem mondom, hogy itt nincsenek kevésbé kultúrát emberek, de Pesten is vannak, mindenhol vannak. Ugyanúgy, ahogy nagyon okos emberek is, nagyon értelmes és nagyon vállalkozó kedvű emberek is vannak itt is és ott is. Úgyhogy igen. Nem vagyunk tirpákok, egyébként meg a tirpák azt jelenti, hogy betelepült szlovák, úgyhogy ezt ne is használjátok, mert azt, hogy nyíregyházi valaki, az nem jelenti ezt, hogy tirpák. Az egy származásbeli megnevezés, és nem egy pejoratív szó, ugyanúgy, hogy a paraszt sem, az egy mezőgazdaságból élő embert jelent, úgyhogy léci, ne. És amikor belecsöppentem ebbe a blogvilágba, akkor ez volt az érdekes, hogy felmentem Pestre, szóval elmentem Pestre, és az első showroom, ahova betettem a lábamat, kiderült, hogy a marketinges nyíregyházi. És így álltam, hogy ezt nem hiszem el, hogy olyan kicsi a világ, és azóta nagyon-nagyon sok tervezőről kiderült, akikkel így kapcsolatba kerültem a nyíregyháziak, nagyon sok kozmetikai cég tulajdonos nyíregyházi, tehát valahogy a nyíregyháziak azok ugye Pesten tudtak érvényesülni, és ott tudták kamatoztatni a kreativitásukat, úgyhogy meg kell állapítanom, és ezt egy csomó pesti blogger barátnőm mondta, hogy a nyíregyháziak baromi kreatívak. Úgyhogy én büszke vagyok arra, hogy nyíregyházi vagyok, hogy szabolcslány vagyok, hogy idevalósi vagyok, és mindenki legyen büszke arra, ahonnan való, mert valószínűleg minden egyes szeglete és csücske az országnak tele van izgalmas és érdekes és pozitív emberekkel. Úgyhogy ez a szép szerintem a világban, hogy színes. És ugyanígy Pesten is megvannak azok az emberek, akik fantasztikusak. Úgyhogy én büszke vagyok az én földjeimre, mert tényleg nagyon izgalmas emberek vannak köztük. Én, amikor itt maradtam, akkor meghoztam egy döntést, és
tudtam, hogy ennek az lesz a hátránya, hogy előbb-utóbb nyilván ez teljesen Pest központú lesz, hiszen amikor én ezt a döntést meghoztam, még akkor kezdtek nyitni a cégek a bloggerek felé, pár megkeresésem volt csak, pár cég volt csak nyitott ebbe az irányba, és azt is tudtam, hogy ez nem tartható, hogy én ingázok, folyamatosan próbáltam. Volt idő, amikor rengeteget utaztam, de hát ezért gondoljatok bele, hogy 2 óra vonattal, vagy 2,5 óra, utána 2 óra vissza, meg még vársz az állomáson, fagyos kolc, meleged van, stb. Elmegy egy egész napod ezzel, és nem feltétlen éri meg, hogy most elugorj egy sajtótájékoztatóra, ami a pestieknek ugye nyilván egyszerű, mert felül a metróra, 10 perc alatt ott van, beugrik, köszön, megy egy kört, és ezeket én láttam is, hogy megy egy kört, felveszi a goodiebaget, amivel nincs baj, mert ha Pesten lennék, én is így lennék vele, hogy nem tudok mindenhol ott maradni végig, de érdekelne a sajtótájékoztatónak a lényege, belenéznék, igenis tök jó érzés építeni kapcsolatot, tök jó érzés bloggerekkel találkozni. Itt Nyíregyházán én nem nagyon tudok, hogy van rajtam kívül más blogger, egy-két blogger lányról tudom, de velük például nem beszéltem még soha, sőt az egyikőjükről most szereztem tudomást, hogy itt lakik, mert fogalmam nem volt róla, és tök jó lenne amúgy nyíregyházi bloggerekkel megismerkedni, mert itt viszont ez kimarad nekem, meg gondolom nekünk, hogy tartsuk a kapcsolatot, úgyhogy kénytelen vagyok rengeteget beszélni Facebookon, Viberen, telefonon, mindenhogy a blogger barátnőkkel, és hát igen, ez van. És hát ahogy egyre több cég nyitott bloggerek felé, nyilván benne volt a pakliban, hogy akkor azokkal fognak együtt dolgozni, aki mindig ott van a sajtótájékoztatón, akit megismer, akivel szimpatizálni kezd, akik ott vannak aktívan és könnyebben is tudnak együttműködni, tehát nyilván egy csomó vidéki kiesett. Bár nincs panaszra okom, mert nagyon sok céggel együtt dolgozok így is, ha Nyíregyházán vagyok, hiszen az internet világában nincs szükség arra, hogy egy városban legyél akár a munkáltatóddal is, vagy akár egy céggel, akivel együttműködésben vagy, úgyhogy lazán lehetne ezt így felfogni, de nem így van. És egyre inkább azt látom, hogy sok cég most már csak a pesti és a Pest környéki bloggerekkel működik együtt, amit én megemésztettem, hiszen megvan nekem az a közeg, akikkel együtt tudok dolgozni, és akikkel imádok együtt dolgozni, illetve már nyilván ki is válogattam azon cégeket, akiket hitelesnek érzek, és akikkel hitelesen tudok együttműködni, anélkül, hogy bármi áldozatot kéne hoznom, és esetleg a hitelességemet sorba érni. Úgyhogy nem felhánytorgatásnak mondom, csak nyilván például egy sajtóeseményre én nem tudok csak így felugrani, nem tudok elmenni egy szállodát tesztelni így, pedig de jó lenne. De van egy 8 órás munkám, ami után már elég nehéz lenne mondjuk délután 4 után felpattani egy vonatra, felugrani, utána hazaugrani az éjszakába, hát lássuk be, hogy ez kivitelezhetetlen kb., még ha az ember oszkározik akkor is. És hát igen, pénzben sem utolsó, hogy mennyire drága. Viszont nyilván rengeteg cég kipostázza a terméket tesztelésre, és ez azért jó a ti szemszögötökben, mert nyilván a mi szemszögünkből tudjátok, hogy miért jó, kipróbáltunk egy csomó dolgot, úristen, mennyi ingyen cuccot kapunk, de egyébként mi ezt nem így látjuk, hanem úgy, hogy rengeteg munkád van vele, le kell fotózni, ezek több órás fotózások, akkor videót kell készítened róla, ami nem úgy van, hogy így bepattanok, hanem kisminkeltem magam, rendbe szedtem magam, egyszerre 4-5 videót veszek fel, ami azért egy kicsit fárasztó, és utána még meg is kell vágni. Szóval ez egy hosszabb dolog, és nyilván minőséget kell létrehoznod, ha már megtisztelt a cég azzal, hogy együtt dolgozzon veled, akkor hozni kell azt a megszokott minőséget, azt a megszokott dolgot, azt, amiben megállapodtatok. Sőt, vannak ugye szerződések is, amik nyilván kötnek, nyilván ez egy megállapodási faktor, hogy ki mibe állapodik meg. Úgyhogy igen, a ti szemszögötökben azért jó, mert nem az van, hogy bemész a drogériába, lekapsz egy szempillespirát, megveszed, aztán kiderül, hogy kidobtál egy rakott pénzt, hanem meg tudod nézni a kedvenc bloggereidet, aki számodra hiteles, meg tudod nézni még a krémániát is, amit egyébként az egyik tündéri blogger barátnőm vezet, és ebből össze tudod rakni, hogy vajon neked meg fog-e felelni, és egy csomó esetben nem veszel fölösleges dolgot, hanem csak olyasmit, ami be fog válni neked.
És ez egy jó dolog szerintem, és én is minden esetben lecsekkolom, szinte minden esetben, amikor a kíváncsiságom nem győz a józan eszem felett, lecsekkolom a kedvenc bloggereimnek a véleményét, és az alapján vásárolok, és nagyon sokszor megúszom, és nem dobok ki pénzt. Úgyhogy talán ezért, illetve hát ez egy szórakoztató tartalom, ami ingyen van, hiszen ingyen elkészítjük a videót nektek, úgymond, és szórakozhatok. És az utóbbi pár hétben én megfogadtam, hogy nem csinálok videót, aztán jött egy betegség, ami meg is akadályozott benne, egy kis influenza, és csak fogyasztó voltam, és elkezdtem nézni egy csomó-csomó vlogot, meg videót, és nagyon jók vannak, úristen, nagyon-nagyon zseniális magyar videósok vannak, fantasztikusak, és csak fogyasztó voltam pár hétig, teljesen más a lányzó fekvése, amúgy így, és úristen, hogy milyen tartalmakat lehet ingyen kapni a netten, hogy mennyi információ van, azért az nem semmi. Úgyhogy, igen, ez egy izgalmas dolog, és visszakanyarodva a sajtóeseményekre, ha nem mész, akkor nem létezel a márkák számára, legalábbis egyes márkák számára, és ez egy kicsit, hát szomorú, hogy igen, hogy ott kéne lenni, jelen kéne lenni mindenhol, miközben jelen vagy amúgy a neten, és megtalálhatnak, ha szeretnének, és megérintesz egy közeget. Sőt, én például imádom a vidéki videósokat, meg bloggereket, mert nekem könnyebben fogyasztható az, valahogy életszagúbbak még mindig. És érdekel, hogy mi van Szegeden, Pécset, Győrben, és stb. Szóval érdekes ez nagyon. Ami még érdekes, az a drogériáknak a kínálata. Na, vidékiek, ti hogy vagytok ezzel? Egy csomó esetben nem jön le hozzánk az, ami Pesten kapható. Se márka, se termék, se semmi. Tehát teszteld le. Csak úgy jut hozzá egy blogger is, hogyha elküldik neki úgy effektíve. Viszont nyilván mondjuk a nyíregyháziak nem fognak hozzájutni, csak a Pesten járnak, vagy van egy jófej barátnőjük, aki elpostázza nekik. Úgyhogy egy kicsit úgymond a vidékieket, azokat így nem veszik emberszámban néha a cégek, vagy némely cég. Nyilván ez egy fenti döntés, lehet, hogy külföldi anyacég mondja meg, ebben nem tudok állást foglalni, de ja, ez van. Úgyhogy néhány cégnek meg ugye sajnos webshopja sincs, nyilván ez is egy anyacég döntése, vagy büdzsé kérdése, egy csomó minden lehet, de igen, ez egy kicsit nehézé teszi mondjuk a tesztelési folyamatot, de például van erre azért pár cég, aki tök nyitott, és nem az alapján válogatott bloggereket, meg nem úgy válogatja ki a tesztelni valót se, hanem odaad egy hatalmas mennyiségű dolgot, erről esküszöm a Pupa a legjobb példa, hogy nem fél attól, hogy negatívat mondasz róla, mert biztosak benne, hogy jók a termékeik, és nem az alapján választották ki szerintem a bloggereket annó, hogy kinek milyen számai vannak, mert ugye itt lehetne azt mondani, hogy vásárolt követő vagy nem, egyébként most már le lehet csekkolni kettő mozdulattal, hogy kinek van vásárolt követője, Afganisztánból, Indiából és társaiból, meg kinek van tényleg organikusan elért követője, ki fizetett hirdetésekért, kinek nincsenek hirdetéseim. Mondjuk nekem nincsenek hirdetéseim se, de nem ítélem el a hirdetést, de a vásárolt követőket az elég gáz szerintem. Bár hozzáteszem, bár erről azt hiszem beszéltem egy videóban, hogy régebben ezt nem tudták, hogy az nem igazi ember, meg ilyesmi. Úgyhogy igen. A másik, ami pedig az outfit és divat vonalat illeti, hogy Pesten ott vannak a showroomok, a designerek showroomjai. A showroom az igazából egy ilyen bemutató terem, ahonnan elvihetsz ruhákat, meg megnézheted az aktuális kínálatot, befotózod valahol, tök jó helyszínek vannak Pesten, azért tobzódni lehet jó helyszínekben, és utána visszaviszitek azt az X darab szettet, és kész, és nem kerül semmibe. Még vidéken azért meg kell venni a ruháját a bloggernek, bár vannak erre azért ilyen kis faramuci megoldások, de nem tudom, én nem éltem ezekkel soha, hogy így visszavinni a ruhát, meg ilyenek, ezt nem éreztem korrektnek, úgyhogy ezért nem voltak annyira izgalmas outfitjeim, vagyis hát kreatívnak kreatívak szerintem, mert másképp öltözök, mint más, de hogy így ilyenekkel nem operáltam. És hát igen, ez egy bartel együttműködés, vihetsz a ruhát, reklámozod effektíve, és ők pedig ezért biztosítják a ruhát, szóval ez egy tök jó dolog, meg nagyon jó lehetőség mondjuk egy kezdő designernek is,
hogy a ruháit felveszik bloggerek, hogy népszerűsítik, úgyhogy ez nem egy rossz dolog, de a vidékiek ebből kimaradnak óhatatlanul. És azért nem fogsz felutazni egy showroomba, vagy egy divatbemutatóra minden esetben, hogy megnézd, hiszen nincs annyi se időd, se pénzed, ahogy már mondtam. És a fotózások, több fotós van, hát nyilván persze nagyobb, több fotós van, sokkal nyitottabbak, tudják, mi az, hogy influencer, mi az, hogy blogger, vlogger, tehát több segítséget kaphatsz Bortel együttműködések során gyakorlatilag, és azért ez sem mindegy, én itt Nyíregyházán nem nagyon találok jó fotós, találtam persze egy-kettőt, együtt is szoktam dolgozni, de nehezebb összeegyeztetni egy kisebb városba egy fotósra egy munkát, mint Pesten, ahol tényleg egy-egy bloggernek 3-4 fotósa is van, és ezt tudom, mert van egy pár pesti blogger barátnőm, és ez tök jó lehetőség, hogy folyamatosan, amikor ráér, tudjon dolgozni a blogján, és ez egy szuper dolog, de a vidékiek ebből is kimaradnak. És hát ugye a vidéki cégek nem is tudják, hogy mi az, hogy blogger, tehát ebből nekem nagyon sokszor volt vicces történetem, most már kezdik tudni, de mondjuk egy éve még senki. És most már nyitnak cégek, akár nagy cégek is, mint mondjuk Nyíregyházan a Korzó, akikkel együtt dolgozok. Ez egy hatalmas, hát hatalmas nyíregyházi viszonylatban a legnagyobb bevásárlóközpont, ahol vannak különböző boltok, ruhaboltok, és ez tök jó lehetőség, de régebben ez nem volt meg. Hát reméljük, hogy most már több ilyen együttműködés lehetséges, és meg fogják látni a lehetőséget benne, de például én úgy vagyok vele, hogy majd hozza az élete lehetőséget, és majd kialakulnak ezek a dolgok. És igen, a youtuber cégek, meg egyéb blogger összefogó cégek, Star Network és társai, nem tudom, hogy mik vannak még, nyilván oda el tud egy pesti ugrani, egy megbeszélésre, egy meetingre, könnyebb együtt dolgozni velük, és hát több lehetőséget is kapnak, hiszen könnyebb velük dolgozni, aki kéznél van, aki rá tud érni, akinek nem kell mondjuk 100 kilométert, vagy 200-at, vagy 400-at utaznia, vagy akár hányat, tehát, hogy ott van helyben. Nyilván azokkal könnyű együtt dolgozni, őket fogják segíteni jobban, vagy őket tudják jobban segíteni ebből fakadóan. És ugye könnyebb összeszervezni közös videókat is a pestiekkel, tehát akár önállóan, akár ilyen cégeken keresztül könnyebb közös videót csinálni. Nekem is sokan mondták, hogy csináljak közös videót. Igen, de ha felutazok Pestre, akkor el kell menni ahhoz az illetőhöz. Igazából ő biztosít mindent, hiszen te viszed a kis bőröndödet is annyi. Valahol szívességként is éled meg, hogy de jó, hogy használhatom a te stúdiódat, vagy stúdiónak berendezett kis szobádat, és tényleg egy kicsit az a faramuci, bár én nagyon-nagyon szeretnék közös videókat másokkal, de idő, pénz, utazás és társai, úgyhogy hát igen, ez is egy nehezebb dolog, és bloggerként, meg influencerként egyébként Pesten sokkal könnyebb munkát találni, és sokkal inkább előnyez, szerintem, mint hátrány. Itt Nyíregyházán szerintem hátrány volt jó ideig számomra a munkakeresésben, most már talán lehet, hogy előny lesz, remélem, bár most van egy munkám, úgyhogy most nem keresek ilyesmit, de igen, és hát az együttműködések is jobban jönnek egy pesti bloggernek, szerintem, látom is, meg tudom is, meg beszámolnak róla a csajok, úgyhogy igen. Hát nagyjából amúgy ennyit írtam össze a témának, persze még lehetne ezt boncolgatni, úgyhogy hajrá vidéki bloggerek, írjátok meg, hogy szerintetek miért hátrány vidékinek lenni, és hogy ne legyen ennyire negatívan zárva ez a videó, elmondom az előnyeit is. Nagyon sokszor hallom, hogy nyilván rivalizálás van egy-egy szakmán belül, minden szakmán belül van, a bloggerek között is előfordul ilyesmi. Viszont ha vidéki vagy, akkor ebből egészen jól ki tudsz maradni. És én akárhány blogger csajt, meg srácot megismertem, mindenkivel tök jobban vagyok. És mindenki tök aranyos volt velem, szóval én ezt nem tapasztaltam, de hallottam ilyen történeteket. És nyilván, ha sokat vagytok összezárva, sok közös eseményen vagytok, akkor könnyebb konfrontálódni. De mivel én nem vagyok sok eseményen, sajnos, ezért én nem konfrontálódok, illetve én sosem tekintettem konkurenciának a másik bloggert, sőt, én rengeteg bloggernek segítettem, akik ilyen kisebb bloggerek voltak, rám írtak, és hát egy esetleg ilyen blogger vagy, akinek segítettem, írd le nyugodtan a történetedet, mert
mert én folyamatosan kiadtam olyan belső infókat, ami miatt szerintem sokan nem szerettek, mert én örülök annak, hogyha más is, aki megtalálta ebben a hobbiát, az előrébb jut, és szerintem egymást támogatva, egymást segítve lehetne a legjobb dolgokat létrehozni, és hát nem egy bloggerrel, meg még akkor nem bloggernek adtam meg szerintem a kezdőlökést, hogy csináld, mert lesz, ami lesz, és tök jó látni őket, ahogy haladnak előre, és ez egyik gasztroblogger lett, a másik divatblogger, és tényleg én erre annyira büszke vagyok, olyan, mintha egy kicsit bábáskodtam volna egy-két embernél, és adtam volna neki egy-egy löketet, egy-egy tippet, és egy kis önbizalmat talán, és ez olyan kicsit a pedagógus énem az úgy előtérbe került, és ez jó érzés. És szerintem ezt kéne egymást segíteni, és itt nincs konkurencia, hiszen mindenki annyira egyedi, hogyha önmagát adja, hogy itt nincs konkurencia, és ez jó, és ez nagyon szuper dolog tud lenni. Úgyhogy a vidéki bloggerségnek is megvannak az előnyei, nyilván egy-egy vidéki városban nincs annyi blogger, úgymond nincs annyi konkurencia, de nem tök együttműködni sem, és én most itt felhívást is szeretnék, hogy ha nyíregyházi blogger vagy, akkor írjam, mert én nagyon szívesen dolgoznék, megműködnék együtt, mert tök jó lenne egy ilyen kis brancsot összehozni, és ugyanerre biztatok más városokat és más bloggereket is. Egy-két helyen már láttam, azt hiszem Szegedebben, aki élen jár, és ott nagy ilyen blog összefogások vannak, és tök jó látni, és tök irigy vagyok, hogy ez így működik, úgyhogy reméljük itt is fog működni. És ha tetszett ez a videó, és ez a kis betekintés, egy kis elmélkedés, akkor mindenképp nyomj egy lájkot és iratkozz fel a csatornára, írd le a te nézőpontodat, gondolatodat, bármidet, és beszélgetünk akkor lent a komment szekcióba. Tudom, hogy lesz egy pár ilyen jel, hát ez van. Ezzel nem tudok mit kezdeni. Legyen szép napotok, és sziasztok!